Már a játékokat szerelik a templom mögötti téren, Panyolán, ahol a helyi és a környékbeli gyerekek legújabb játszótere épül. A beruházás mintegy 37 millió forintnyi hazai forrásból valósul meg. A tér rendezése hamarosan elkészül, augusztusra pedig a parkosítás, a füvesítés és a növényültetés is befejeződik. Ezen a téren megálmodtunk egy játszóteret, és tavaly év folyamán nyertünk a belügyminisztériumtól 37 millió forintot. Na, ebből az összegből nem csak ez a játszótér alakult ki, hanem ma már használható vizes blokk. Két funkciója van, tehát közfürdő gyanánti szolgál, illetve a sátrazók, turisták érkeznek, illetve a fesztiválon szolgálja majd a vendégeket. És összekötöttük a kettőt, hiszen az épület már kész van, és a játszótér, mint látjuk, éppen most épül. Ez a panyolai gyerekeknek lesz majd a birtoka. A játszóteret bár a gyerekeknek építették, a területét a Panyola Fesztel is használhatják majd a vendégek. A fesztivált idén 13. alkalommal rendezik meg, hagyományosan az első augusztusi hétvégén. A polgármester elmondta, nem csak a játszótér kialakítása és a park rendezése történik meg idén nyáron, hanem számos más beruházás is folyamatban van. Van egy kézműves ház felújítása is, ami még ezután fog beindulni, illetve folyamatban van egy vízi sport létesítmény, helyesebben kettő, hiszen a túron és a szamos parton is egy kenu kikötőt építünk, természetesen toppos forrásból. Mindamellett számos, 40 embernek tudunk biztosítani majd kenuzási lehetőséget 2, 3 és 4 személyes kenukba. Ez is a fejlesztés része, illetve egy épületet fel tudunk újítani, ahol fogadni tudjuk majd ezeket a vendégeket, akik ide érkeznek és választanak a kenukból. Muhari Zoltán hozzátette, 10 darab kerékpár beszerzése is folyamatban van, melyekkel a nyáron ide érkező vendégek fedezhetik majd fel a környék látnivalóit.